Sziaszt, srácok, én Ekkel vagyok. Ez pedig itt a blog 7, és történt egy nevezetes pillanat. Ugyanis rossz értelemben mondom, egy hacker támadás történt Japánban, mármint a japánok, és 11 000 embert érte ez a tudsz. A rendőrök megnyomozzák az ügyet, egy japán hacker anonimus csoport tette az egészet. Mondottam, erről kicsit mesélek. És most a képernyőn láthatok egy videót, amin letekerek ott a hírekben, amiket olvastam Japánról. Szóval igen, valami ilyesmi történt, ott írt mindent, most fordítani nem fogok meg ilyesmi, el lehet olvasni, egy kis angoltudást kéne hozzá. A másik pedig, ez a kép, pedig az, amit Gmailen kaptam egy üzenetet a Gmail csapatától, hogy egy súlyos, úgy érezték, hogy súlyos bejelentkezés történt a csatornámon, és amit láttatok, azt ott írta a helynél, hogy Japán, illetve valami IPC, ott volt kiírva az IPC címe, és elvileg most ezeket nem sikerült nekik föltörni normálisan, viszont már gyorsan kellett egy jelszóváltás, illetve már nem törölték az akkumulátort is, egy pár embernek igen, mert eléggé föltörték, szóval túlélte a csatornám, és 11 000 embert lehetett az egész, és elvileg ez a japán hacker csoport, ez már mást is tört föl, egy Echo fegyver, terrorfegyver gyárat is tört már föl, ahol bejutottak az adatbázisba, és már azóta keresik a rendőrök, most meg YouTube-ot akarták feltörni tulajdonképpen. Nos, hát igazából a vlogot azt elterveztem, hogy beszélgek is ide a hackerekről, meg ilyenekről. A következő vlog szerintem az a szellemekről fog szólni, mert most nagyon-nagyon időbe illik ez a téma. Tudunk mesélni témákat, szóval, srácok, akkor nyomjatok egy szubot, like, amiket tudtam. Úgyhogy srácok, jó, ciao!